minőségi időt látják, köszöntöm nézőinket. Egyre elterjedtebb hazánkban is a vegán életmód, hogy milyen hatása van szervezetünkre, és szabad-e már egészen kiskorban vegánságra nevelni gyermekünket. Többek között erről beszélgetünk mai vendégemmel, Agrillo Viviennel. Szerbusz, Vivi, köszöntelek ismét itt nálunk, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Kezdjük talán rögtön azzal, hogy tisztázzuk le azt, hogy mit értünk pontosan vegán életmódon. Vegán életmód az voltaképpen azt jelenti, hogy semmilyen állati eredetű ételt nem fogyasztunk, és semmilyen állati eredetű terméket nem veszünk, és nem támogatjuk mondjuk a cirkuszt vagy állatkertbe menést. Tehát minden, ami az állatvédelemmel kapcsolatos. Mi a különbség a vegetáriánus, illetve a vegán életmód között, étrend között? Mert ha jól tudom, akkor sokan ezt azért össze szokták keverni, tehát azt gondolják, hogy aki vegetáriánus, az vegán is. Tehát a kettő ugyanaz, pedig ez azért nem így van. Igen, tehát a vegánság az egy életforma, az nem egy étrend. A vegetáriánus az pedig egy étrend, egy étkezési forma, ahol tejterméket fogyasztanak. Hát a vegetáriánusságnak is több válfaja van, ahol halat is fogyasztanak, tehát mondjuk tojást, halat és tejterméket. Van, akik halat nem, de tojást és tejterméket igen. Miközben a vegán semmilyen állatötet, mi se tojást, se tejterméket, se mézet, se húst, halat nem. Te mikor, illetve milyen indítatásból álltál át a vegán életmódra? Mesélj nekünk egy kicsit erről. Én kiskorom óta nem bírtam megemészteni a húst, és hát ilyen laktózérzékeny voltam, egyenesen a szagától is rosszul voltam bármilyen tejterméknek, és ez egy fokozatos átállás volt. Először így vegetáriánus lettem, és hát most már lassan 9 éve vegán. De voltak például a gyerekek születése ébresztett rá egy ilyen tudatosságra, tehát nagyon sokan a vegetáriánusságból váltanak vegánságba. Beszélgetésnek a második részében erre rá fogunk még térni. Azt gondolom, hogy mondjuk el mindenképpen azt, hogy a szervezetünkre milyen pozitív hatással van a vegán életmód. Sokkal energikusabbnak érzem azóta magam, sokkal tisztábbnak, arcomon, hajamon érzem, sokkal kevesebb alvásra van szükségem, kipihentebben ébredek, pedig nem nőtt az alvás igényem, és ugyanolyan életet élek, mint előtte, de tehát érzem, hogy mint emésztésben, mint energiában ez sokkal pozitívabb. Kicsit beszéljünk az átállásról, amikor elkezdtél vegán lenni. Mi volt a legnehezebb, illetve kezdetben hogyan álltál át? Hogy kell elképzelni ezt a folyamatot? Hát én elég drasztikusan, tehát hogy én vegetáriánusból váltottam át vegánba, ami már eleve egy könnyített pálya, mint mondjuk egy mindenevőségből átállni vegánságba. A legnehezebb az volt, hogy az ember nem is gondolná, de nagyon sok hozzávaló, mint színezék vagy adalékanyag is lehet állati eredetű. Tehát így az elején végigböngészni minden hozzávalót, és utána nézni, hogy ez milyen eredetű, ez volt a legnehezebb. Általában, akik mondjuk hozzád fordulnak tanácsért, akkor mit szoktál nekik javasolni, akik még átállóban vannak? Hogy mivel kezdjék esetleg, milyen jó tanácsokkal látod el őket? Mi segített neked? Nagyon fontos, hogy a szervezet megkapjon minden tápanyagot, tehát az elején én mindig egy megtervezett menüt, tehát hogy nem csak ilyen napi, hanem egy ilyen heti vagy havi bontásban gondolják át az étkezésüket, hogy minden tápanyagot, tehát hogy a B12 vitamint azt pótolni kell, D-vitamint, mondjuk a mindenevőknek is oda kéne figyelnie, de hogy a vegán táplálkozás az egy sokkal tudatosabb átgondolást igényel. De ez csak az elején, aztán az ember ezt így belejön, meg így érzés, hogy voltak éppen mire van szüksége. Tehát akkor a kezdetekben nincs semmiféle mellékhatása annak, hogy mondjuk a szervezetünk nem kap elég húst, nem kap elég tejterméket nyilván, mert ezeket elhagyjuk.
A szervezet nem. Voltak éppen érezhetünk ilyen mellékhatást, mondjuk főleg a tejtermékek ugye függőséget okoznak, főleg a sajtba egy ilyen függőséget, tehát egy ilyen hiányérzetet, meg ízkereszt is. Tehát itt ez egyéntől függ, hogy ki mennyire van ízekhez szokva, tehát természetesen, ha valaki pörkölt mániás, az annak egy kis nehézsége lesz abban, hogy ugyanezt az ízt keresi. Tehát voltak éppen semmi gond nincsen, hogyha nyitottak vagyunk az új ízekre, a semlegesebb és más élményt adó ételekre. De hogyha ragaszkodunk ugyanahoz a hús és tejtermék élményhez, hát akkor gondjaink lehetnek. És ha jól tudom, akkor te kettő kisgyermek édesanyja vagy, és ebben a szellemben is neveled őket. Hogyan kell ezt elképzelni? Miért döntöttél emellett, hogy a gyermekeidnek is ezt szeretnéd, illetve hogyan kezdted magát ezt a vegánságot az ő életükbe is belecsempészni az étrendjükbe? Hát én ennek nagyon utána olvastam, és első várandóságom alatt elkezdtem követni több bloggert, meg bloggert, akik szerte a világon vegánként, nyers vegánként nevelnek sok gyereket, és sűrűn jegyzeteltem, meg próbáltam kialakítani, de hogy miért választottuk, azért mert, hogy egy szerettük volna átadni nekik ezt a szellemet, hogy nem bántjuk az állatokat, és hogy az állat hogy benne legyen ez a tiszta étkezés, hogy ezért nem kellett másnak meghalnia, és semmi agresszivitás nincs az ételünkben. Tehát ezt a szellemet akartuk nekik átadni. Kaptál ezzel kapcsolatban kritikát vagy támadást, hogy ebben a szellemben neveled a gyermekeidet? Voltak éppen olyan szintű támadást, amiket hallok így ismerősektől, vagy akik hozzám fordulnak, szerencsére nem. Mondjuk olyan környezetben is élünk, ahol ez teljesen elfogadott, és hasonló emberek vesznek körül. Persze néha vannak ilyen beszólások, hogy ugye nem a gyerek választott, hanem mi erőltettük rá, de ezt általában mindenevők szokták mondani, mire én ugyanúgy elmondom, hogy a mindenevők is ők erőltetik rá, mert nem biztos, hogy az a gyerek a húst választaná. Észrevettél valamit a gyermekeiden, az, hogy rájuk milyen hatással volt ez az étrend, illetve ugye ezért azt szokták mondani, ha nem eszünk elegendő húst, akkor ugye vashiány is kialakulhat. Lehet azt is olvasni, hogyha növényi étkezésen van egy gyermek ugye kiskorban, akkor ugye ez ahhoz is vezethet, hogy pszichésen, hát ilyen hiánybetegségek is felmerülhetnek, ez igaz? Vagy hát ezek ilyen tévhitek, tehát ugyanúgy a mindenevő gyerekekbe, ugye a BLV miatt foglalkozók mindenevő gyerekekkel is, és ugyanúgy a mindennevő gyerekeknél is kialakulhat ugyan ezek a hiányok, ugyanúgy a vashiány is, és a bármiféle vitamin hiány. Tehát a vegánság, ha csak nem rosszul van megtervezve a gyerek étkezése, ha odafigyelünk, átgondoljuk, akkor nem alakulhat ki probléma. Például az én védőnöm azt szokta mondani, hogy sokkal jobban szereti a vegetáris vegán szülőket, mert ők biztos, hogy nagyon jól odafigyelnek a gyerekük étkezésére, pont emiatt, mert hogy sokkal több támadás éri, hogy a vegán gyerekek meg valami hiányuk lehet. És visszatérve még arra kérdésemre, hogy a gyermekeiden mit vettél észre ennek következtében, hogy ők is a vegán étrendet követik? Én azt látom, hogy sokkal kevesebbet betegek. Szinte ilyen felső légúti betegségük alig volt, és mondjuk egy évben hát egyszer szokott egy influenza-szerű, meg mondjuk egyszer-kétszer láz, de azon kívül ilyen nagyon nagy betegségünk, vagy az, hogy mondjuk, amiket így hallok, hogy akkor az egész telet végig, ilyen nincsen. És hogyha elkapnak egy betegséget, vagy
vagy például bárányhimlősek voltak, azok, az is nagyon-nagyon gyors lefolyású. Tehát 2-3 nap alatt ők regenerálódni tudnak. Voltak olyan rokonaid vagy ismerőseid, akik hát a ti példátokat látva kedvet kaptak, és azóta mondjuk ők is átálltak erre az étrendre? Hát így a családban nem, de ismerősi körbe volt, aki ezt a példát követte, és főleg, hogy hát én azért a gondolataimat a blogon meg szoktam osztani, és az azért hatással szokott lenni. Hát ugye azért mondjuk a nézőinknek, hogy egy blogot is vezetsz a témával kapcsolatban, ahol ugye recepteket, illetve hát nyilván a gondolataidat írod le egy-egy téma kapcsán. Igen, mert hogy amikor én még elkezdtem ezt a blogot, akkor ugye ez a vegán gyerek hozzátáplálás még nagyon a kezdetén volt, vagy nem sokan foglalkoztunk ezzel, és van egy nagy vegán szülős csoportunk is, és ott is így megosztjuk egymás között, mert azért fontos ebben a támogatás, ugye ez még azért nagyon nem elfogadott Magyarországon, habár a világ többi táján igen, úgyhogy nagyon fontos az, hogy így egymás között információt osszunk meg, és támogassuk egymást, és a blog is ezt segíti. Ezért már nálunk is Magyarországon most már azért egyre elterjedtebb, ugye? Azért azt lehet mondani, hogy már egészen sok mindenki tudja, hogy mi is az a vegán életmód, és próbál átállni, hogyha amellett dönt. És ha már a hozzátáplálást említetted, most nyilván nem ez a fő témánk, de azt gondolom, hogy egy gondolat erejéig azért beszéljünk arról, hogy a vegán hozzátáplálást te hogyan kezdted el, mit tudnál azoknak az anyukáknak javasolni? Hát ugye én BLV-ztem, tehát így a gyerekek úgy azt tették, amit mi. Ez is egy könnyebbsége mondjuk a mindenevőséghez képest, hogy nagyon nem kellett változtatni a mi étrendünkön, mert az eleve egy egészséges étrend volt, és tiszta szívből tudtam adni ugyanazokat az ételeket a gyerekeknek. Kicsit jobban oda kellett figyelni mondjuk a fehérje bevitelre, ami mi felnőttek már, persze mi is odafigyelünk, de nem annyira, mint amikor a gyerekek megszülettek onnantól. De ez nekünk is segítség volt, mert a mi étkezésünk is ezáltal jobb lett. Van valami plusz vitamin, amit mondjuk érdemes a kicsinek folyamatosan rendszeresen adni, hogy ne alakuljon. Erről ugye már beszéltünk, hogy vannak azért a tévhitek, hogy vashiány alakul ki, de ez nem feltétlenül jelenti csak azt, hogy a vegán étrendhez lehet ezt társítani, ha kialakul ilyen. Én azt mondom, hogy a társadalom nagy része, főleg gyerekek vashiányosak, csak ezt még a mindennevők szülők is nehezen veszik észre, mert sokan abban a tudatban vannak, hogyha megkapja a gyerek a húst, akkor onnantól már semmi baja nem lehet. Hát az a baj, hogy a mostani állattartásban is, a mostani húskészítményekben is nagyon kevés a B12 vitamin, tehát én mindig azt ajánlom, hogy ezt ugyanúgy a mindennevő gyerekeknél is a vasat, a D-vitamint, a B12-t ugyanúgy pótolni kellene. Az én gyerekeim még pluszba omega 3-at, meg omega 6-ot kapnak, meg probiotikumot, de ugyanezt javasolnám a mindennevőknek is. Tehát, hogy semmivel nem másabb, csak tényleg egy tudatosabb menütervezés, ami mondjuk másoknak is jót tenne. És ha már a menütervezést említetted, hát így az ünnepekhez közeledve, hogyan néz ki egy vegán családnak a karácsonyi menüje? Mi kerül ilyenkor a karácsonyi asztalra? Hát nagyon sok és változatos ételeket készítünk, persze minden tejtermék és tojás, meg húskészítménymentesek. Hát konkrétan nálunk hát így a szentestei vacsora az egy gombakrémleves lesz gesztenyével. A második fogás pedig, hát ez csak karácsonykor, de a gyerekeim nagyon szeretik a majonézes krumpli és a francia salátát, ezt egy ilyen nagyon egészséges verzióba, egy ilyen angol zelleres lilahagymás krumpli saláta lesz, és mellé pedig ezt férjem szokta készíteni, ilyen kis puffancsok, ez ilyen pizza tésztába töltött karamellizált hagymás, nagyon
finom, hát ez lesz így mellé, és még mellé, nem tudom, hogy mennyire ismered, ez a hazzábak krumpli, ez egy ilyen... Nem ismerem. Egy ilyen héjában, tehát megfogom a krumplit, csak megmosom, és ilyen nagyon pici vágásokat ejtek, és az a sütőbe így szétnyílik. És ezt ilyen fűszeres fokhagymás olajjal lekenjük, és akkor ilyen nagyon szépen így a sütésre ilyen rózsa alakúra szétnyílik, még ezt szoktunk, és akkor utána hát egy ilyen édesség kavalkád, aminek főleg nyers édességek. Tehát nyers szaloncukrot szoktunk csinálni. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a nyers vegán konyhát. Ugye a nyers az, hogy nem főzzük meg, tehát semmi főzve. A nyers szaloncukor azt el is tudom mondani, mert nagyon egyszerű, az csak dió és datója összedarálva. És ezt így csokiba, ami kókuszolaj és kakaópor, így megforgatjuk, lefagyasztjuk, az ilyen szép kérget, csoki kérget, és ez nálunk a szaloncukor. Azt gondolom, hogy most, hogy így elmondtad a kicsiknek, gondolom, nagy kedvence ez a desszert, ez az édesség. Igen, ez nálunk minden héten szerepel, hát most kivételesen ilyen szaloncukor formában, de mi ilyen energiagolyónak, mert hogy a dió az nagy fehérje, meg vasforrás, a datója szintén, úgyhogy ez sokszor, és nagyon finom ilyen zsárbó íze lesz a végén, úgyhogy is mindezt És emellett ráadásul még egészséges és is. Nagyon egészséges. Vivi, az igaz, hogy hát sokan azt gondolják, hogy mondjuk egy vegán étrendnél sokkal nagyobb odafigyelés kell, sokkal nagyobb ráfordítás, időráfordítás arra, hogy akár egy vegán menüsort elkészítsünk, ez igaz? Egyáltalán nem. Én amióta vegán vagyok, sokkal kevesebb időt töltök vásárlással, mert már tudom, hogy mi az, ami nem. Tehát nem kell mondjuk egy áruházba végigmennem az összes polton, mert tudom, hogy az a tejpult az nem érdekel. Tehát, hogy sokkal egyszerűbbek a beszerzés is, meg a főzés is. Tehát nincsenek már azok az órás főzések, amikre emlékszem, vagy látom, hogy a mindenevő barátaink ugye órákig sütik a húst. Tehát egy vegán főzés nálam ilyen 20-40 perc szokott, és az alatt egy háromfogásos ebéd is el tud készülni. Hát akkor ez tényleg nem időigényes, ahogy mondtad. Vivi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és pár tanácsot is adtál nézőinknek, akik, hogyha esetleg kedvet kaptak, akkor a blogodon még több receptet is találnak. Jó, köszönöm szépen. Vivi, nagyon szépen köszönöm. Nézőinknek is köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra.